Köszöntöm nézőinket! Annak a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kemencét kaptak a kirándulók Pécsen. A Malomvölgyi tó környéke gazdagodott az ajándékkal. Programok a közösségnek, kicsiknek és nagyoknak. Gesztenyeliget Fesztivál Pécsbányán. Őrvidéki füveskönyv. Ezt a kötetet mutatták be a Pannon Magyar Házban. Fiatal művész palánták bemutatkozása. Literatúra tehetségest a Tudásközpontban, Pécsen. Akár kemencés bulit is szervezhetnek Pécs egyik leglátogatottabb kiránduló helyén mostantól. Egy cég ajándékozta a városnak a nemrég felállított szabadtéri sütőt. A terület egyébként jelentősen megújult, új játszótér, kültéri bútorok és más fejlesztések várják a látogatókat. Kemence a Malomvölgyi parkerdőben, a pécsiek és a környékbeliek egyik kedvenc pihenőhelyén ezzel az újabb attrakcióval várják a kirándulókat, akik mostantól szabadtéri kemencés sütéssel tehetik még tartalmasabbá az itt töltött időt. A Malomvölgyben a legújabb attrakció az egy kemence, amelyet egy cég ajánlott fel nekünk, akiknek ezúton is köszönjük szépen. Ha a kemence szabad, akkor igazából bárki használhatja hagyományos módon, a természetben lehet sütni, főzni. Ez a tevékenységhez mindenképpen ajánlott egy tálcát magunkkal hozni. A tűzifát azt viszont társaságunk biztosítja, a kollégáim folyamatosan figyelik a készletet, hogyha ez fogyóban lenne, akkor ezt természetesen pótoljuk. Nem sokára egy információs tábla is kikerül majd a kemence mellé, melyen a használatáról olvashatnak majd az érdeklődők. Ez az ajándékba kapott kemence mintegy 290 ezer forintba kerül, legalábbis a neten ilyen áron található ez a modell. A pécsi városüzemeltetési cég a Malomvölgyben több beruházást is végzett. Ez a játszótér is az újdonságok közé tartozik, valamint lecserélték az elhasználódott asztalokat, padokat. Egy kiránduló szerint ez most Pécs legjobb parkja a játszótérrel együtt. Fantasztikus, szerintem a város legjobb játszótere. Na máshol is megcsinálták, nagyon szépen megcsinálták ezeket a bálványokat a halmintákkal. Láttam, hogy csináltak egy épített tűzhelyet a sok kör alakú tűzhely mellé. Úgy tudom, hogy folyamatban van egy közösségi házépítés, ott már a villanyszerelésnél tartanak. Nagyon örülök neki, hogyha másra nem, erre Pécsen jutott pénz. Nagyon szép ez a park, kiemelkedő, nagyon tetszik. Amíg 2021-ben indult Pintér János park megújítási program keretében hozták rendbe, illetve fejlesztették a Malomvölgyi tó körüli pihenőhelyeket, sétányokat, valamint építették ezt a játszóteret, amit tavasszal adtak át. A Városüzemeltetési Társaság felújította a zsírosdombi kilátót, tavaly biztonságosá tették a kökény felüli tó melletti fahidat, illetve a tavak élővilágát bemutató halas tanösvényt is kialakítottak. A legújabb elem pedig az ajándékba kapott szabadtéri kemence felállítása volt a területen. Elkezdődött a Gesztenyeliget Fesztivál Pécsbányán. A kétnapos eseménysorozaton minden korosztálynak szerveztek programokat. A helyi, egykori bányászok leszármazottainak közösségét erősíti ez az esemény évről évre. Törökország. Anatólia csodái címmel szeretnék egy bemutatót tartani. Memfai György fotóművész, a Pécsi Egyetem Földrajzi Intézetének egykori munkatársa mutatta be törökországi fotóit. A helyszínek jelentőségéről, az anatóliai élményeiről is beszélt a fotográfus a Pécsbányai Kulturális Házban. Ezzel a programmal indult a Gesztenyeliget Fesztivál péntek délután. A Gesztenyeliget Fesztiválnak hagyománya van Pécsbányán, hiszen az ideje 2024-es már a 8. lesz. Úgy tűnik, hogy ragaszkodunk mi ehhez, a Pécsbányai Közösségi Ház csapata, melyet ugye a Pécsbányai Kulturális Egyesület tart fenn, és lát el motivációval, lelkesedéssel. Sok önkéntes van körülöttünk, és sok rajongó, hogy így mondjam, egészen a legkisebbektől egészen az idősebb generációig. Ezért, amikor a fesztivált elkezdtük szervezni, igyekeztünk mindegyik generációra gondolni. A családi nap a nagyon sokféle színes programot foglal majd magába. A szervezők ragaszkodnak olyan alapelvekhez, amik megjelennek a fesztiválokon, mondja Bogárdi Alíz. Egy egyesület élete akkor igazán fókuszált, és akkor tudunk egyről kettőre jutni, hogyha vannak elveink. Nekünk is vannak ilyenek, itt vagyunk ugye az észak-keleti végén Pécsnek, itt mellettünk már az erdő,
az átelemben az ősgesztenyés, tehát teljesen természetes, hogy nekünk ez az egyik legfontosabb. Tehát természetvédelem, környezettudatosság, és ugye Pécsbánya nehéz történetéből is adódik az, hogy meg kell ragadnunk azokat az értékeket, amik továbbra is rendelkezésre állnak, a bányák bezárása után is, ezek mentén kell építgetni a jövőt, de hát persze ezt egyedül nem tudjuk, úgyhogy nagyon-nagyon számítunk az úgynevezett mai divatos kifejezéssel élve társadalmi bázisunkra. Ez is több korosztálytól áll föl. Fiatal és idősebb önkéntesek segítik a kétnapos fesztivál lebonyolítását. A programok között zenei és színházi előadások, beszélgetések, találkozók vannak. A gyerekektől a legidősebbekig mindenkire gondoltak a szombati családi nap megszervezésénél. Rövid híreink következnek. Jelentős összeggel járul hozzá a Szerencsejáték ZRT az árvízi védekezésben érintett települések támogatásához. A Nemzeti Lottó Társaság ígéretéhez híven egyik termékének egy heti bevételét és a szuperkoncert helyszíni értékesítésből származó összeget, azaz összesen mintegy 150 millió forintot ajánlott fel az árvízkárok enyhítésére. A támogatás felhasználását az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálja. Október 20-áig várják a jelöléseket a gyermekvédelemben dolgozók elismeréseire. A Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristóf a gyermekekért díjakra olyan nevelőszülőket, valamint gyermekvédelmi dolgozókat lehet felterjeszteni, akiknek a munkája, elhivatottsága, gyermekekért való odaadása példaértékű. A kormány több intézkedést hozott a gyermekvédelemben dolgozók megsegítésére. A fenntartók anyagi biztonságát rezsikompenzációval igyekeztek megteremteni. Az elmúlt két évben nevelőszülők nevelési ellátmányát 50%-kal emelték, júliustól pedig ruhapénzt emeltek. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Közölte, a gyerekesek számíthatnak arra, hogy függetlenül a foglalkozásuktól és a foglalkozásuk bérszínvonalától az ő helyzetük érezhetően javulni fog a 2025-ös és 26-os években. Orbán Viktor azt mondta, kétszeresére kell emelni a gyermekek után járó adókedvezményt, jelezve lehet, hogy ezt nem egyszerre, hanem két lépésben teszik meg, de a következő évben ennek meg kell történnie. Binder Gréte Őrvidéki füveskönyv című kötetét mutatta be Kelemen László, a Burgenlandi Magyar Média és Információs Központ vezetője. A fűszernövényekről szóló könyv érdekessége, hogy egy köteten belül két nyelven jelent meg, magyarul és németül is. A rendezvény a Határokon túli Magyarságért Alapítvány szervezésében valósult meg. A könyvbemutatót egy beszélgetés előzte meg a Burgenlandi Magyar Média és Információs Központ vezetőjével, Kelemen Lászlóval. Az intézményvezető stábunknak is beszélt főprofiljukról. Az intézmény ugye egyesületként működik, művelődési ház, könyvtár, levéltár, könyvkiadással is foglalkozunk, vannak határmenti együttműködéseink, hogyha most csak egy részét ragadunk ebből ki, ugye a könyvtár maga egész Ausztria legnagyobb nyilvános magyar nyelvű könyvtára. A levéltára több mint 8000 digitalizált dokumentumot tartalmaz. Sokféle témájú könyvvel rendelkezik az intézet, legyen az történelem, kultúra, hagyományápolás. Így megtalálható náluk Binder Gréte, alsóőri gyógynövény szakértő, Őrvidéki füveskönyv című kötete is, amit most egy könyvbemutató alkalmával Kelemen László mutatott be az érdeklődőknek. A kötet a hely és régió ismereti sorozatunknak a része, Binder Gréte, Őrvidéki füveskönyv a címe, és két nyelvű, ugye, ahogy minden egyéb kiadványunk szinte, magyar-német, meg lehet fordítani, és a második oldalasztal, ugye, némettől is megvan. Binder Gréte nem mindig foglalkozott füvészettel, egy betegség révén került aztán ehhez a témához közel, végzett tanfolyamokat, és azok most már évtizedek óta, ugye, ő az nálunk az egész környéken, aki ismert azáltal, hogy hát ő a füves néni, ugye.
A Határokon túli Magyarságért Alapítvány egy fesztiválon belül rendezte meg a könyvbemutatót. Ennek célja őseink hagyatékának továbbadása, mondta az alapítvány elnöke Bokor Béla. Egy fesztivál keretében nem az elvesztünk, hanem épp, hogy élünk, és hogy tovább visszük mindazt, ami örökül ránk maradt. A fesztiválnak is ez az egyik küldetése, elsősorban kulturális és közösségi értékeket mutat be, deríti föl a Kárpát-medencébe. Ugye ez az alapvető filozófiánk, hogy itthon a Kárpát-medencében lévő értékeket hozzuk, bemutassuk idehaza, az itt lévőket vigyük odahaza, és hogy cserekereskedés zajlódjon, történjen meg. A Pannon Magyar Ház nem csak könyvbemutatóknak ad helyet, az érdeklődők állandó és időszakos kiállításokat is megtekinthetnek a pécsi belvárosi épületben. Literatúra tehetséges címmel egy új sorozat indult a Tudásközpontban Pécsen. Havonta egy tehetséges fiatalt mutat be az Azonos című művészeti magazin főszerkesztője Hajnal Éva. Ezek a fiatalok nem csak az irodalom, a költészet, írás terén kiválóak, hanem más művészeti ágban is jeleskednek. Első alkalommal Hem Lilivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Hem Lili a Literatúra Művészeti Magazin fiatal tehetséges alkotója, verseket író képzőművész, fest, grafikákat készít. Az es során nem csak beszélgettek vele, hanem műveit vetített formában is megcsodálhattuk. A Pécs kiváló tanulója cím mellett a Pécsi Művészeti Gimnázium örökös kiváló tanulója címet is elnyerte. Az iránt érdeklődtünk, vajon ez a sok minden hogyan fér meg egy fiatalban? Nagyon szoktam teperni például a jó jegyeimért, de biztosan erősítik egymást. Mint hogyha jónak akarom érezni magamat például a művészeti részekből, nagyon szeretem akkor például az általános tudásomat följebb húzni, mert például, hogyha jól ismerem a mindenféle irodalmat, meg a történelmet, akkor abból nagyon sokat tudok meríteni azért, hogy még korhűbb vagy jobb rajzaim legyenek például. De ugyanígy van a zenével, hogy azért is szeretek zenét is tanulni, mert akkor még több ihletésem lesz magához a rajzhoz, és fordítva is ugyanígy működik, hogy valamit szeretnék rajzolni, nem tudom, hogy mi legyen az, ezért elkezdek kutató munkát végezni, és így például tudom, matematikához is hozzányúlok, néha a fizikához, csillagászathoz is, egyéb dolgokhoz. Hajnal Éva a Literatúra Művészeti Magazin főszerkesztője szervezi havonta egy alkalommal ezeket a találkozókat, beszélgetéseket. Célja a fiatal sokoldalú művész tehetségek bemutatása. Az alapötlet az a 9 éves magazinban indult el, amikor én azt alapítottam, mert akkor csináltam egy olyan rovatot, mert ugye tehetségmentor is vagyok, és a tehetségmentor az nyughatatlan, tehát amikor tehetséget lát, akkor elkapja. És hát az történt, hogy indítottam egy ifjú tehetség rovatot, amelyben fiatal írókat, költőket, hogy úgy mondjam, ilyen kezdő palántákat mutattam be, és nagyon örültem neki, hogy van egy hely, egy lehetőség arra, hogy ők bemutatkozzanak, ami ugye nagyon ritka dolog, és ezt fontosnak tartottam mindig is. Több százezren olvassák a magazint havonta, így ez a rovat igazán jól képes érvényesülni. Hajnal Éva már évek óta tervezte, hogy ezeket a fiatalokat meg kellene a valóságban is szólaltatni. Most ennek is eljött az ideje. Minden alkalommal az lesz a szabály, hogy az illető, akit fő emberként bemutatok, mindig hozhatja a barátját, akit ő szeretne bemutatni. És hogy úgy mondjam, tovább csordulhat így az áldás. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, hogy nem csak magamat mutatom meg, hanem emelem a társamat, és valahogy ezekben a gyerekekben ez természetes. A Pécsi Tudásközpontban megrendezett es során Zánkai Domonkos gitározott. A Literatúra tehetséges művészpalántáiról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A NAV baronyai munkatársai október 7-e és 13-a között kedden Pécsett, a Cinderi és a Jókai utcai boltokat, szerdán szintén Pécsett, az ételfutárokat, csütörtökön pedig Szigetváron a Tesco áruház üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazottak
hordozott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. Hálózatfejlesztés és karbantartás miatt egyes területeken a hálózatot néhány órára ki kell kapcsolni, ezért az ősszel több tervezett üzemszünetre lehet számítani, közölte pénteken az E.ON Hungária csoport, hozzátéve, hogy minden érintett ügyfelet előre postai úton értesítenek a várható munkálatokról, de személyre szóló elektronikus értesítés is kérhető. A munkálatok érintik a Dunántúl áramhálózatát is. Nagyobb lélegzetvételű, akár 2x8 órás áramszünettel járó beruházási munkát igényel, hogy a régi tartóoszlopok és villamos vezetékek cseréjét, vagy új, modern hálózatszakaszok építését elvégezzék a szakemberek. Az új és növekvő igények miatt a hálózatok kapacitását folyamatosan bővíteni kell, ezért új elosztóberendezéseket, trafóállomásokat telepítenek, vagy nagyobb kapacitású transformátort építenek be a régiek helyére. A régió híreivel folytatjuk. Békárút és édességet is lehet vásárolni a kaposvári Kinizsipál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola új tanboltjában. Minden terméket az intézmény pékcukrász tanulói készítenek. A fiataloknak ez egy kiváló lehetőség a gyakorlásra, a vásárlók pedig olcsóbban juthatnak hozzá a finomságokhoz. Kedd reggel nagy volt a nyüzsgés a kaposvári Kinizsipár Élelmiszeripari Technikum és Szakképzőiskola előtt. Mindenki a tanulók által készített pékárukra volt kíváncsi. Ezentúl ebben a tanboltban lehet majd hozzájutni a termékekhez. Én 2022 óta vagyok az iskola igazgatója. Előtte oktatóként dolgoztam az iskolában, és gyakorlati tantárgyakat tanítottam mindig, és nem voltam a gyakorlóhelyen. És folyamatosan láttam azt, hogy azok a termékek, amit elkészítenek a tanulók, azok milyen jó minőségű termékek, és mindig azon gondolkoztunk mi oktatók, hogy milyen jó lenne, ha ezt közzé tudnánk tenni, és mindenki meg tudná vásárolni. És 2022-ben én, amikor igazgató lettem, akkor felvetettem a centrum számára ezt az ötletet, és ők teljesen fogadóképesek voltak, és mellém álltak, és támogattak, és úgy jutottunk el idáig a mai napig, hogy ezt a boltot át tudjuk adni. Az intézményben mindig sikerszak a pék és a cukrász, sok fiatalt érdekel ez a szakma. Igazából régen is imádtam már sütni, meg főzni, anyának mindig segítettem, és nagyon közel áll hozzám. Amikor mondjuk rossz kedvem van, akkor is felvidít egy jó sütés, és a jövőben is valószínűleg ebben szeretnék elhelyezkedni, szeretnék mestercukrász lenni, és nyitni egy cukrászdát. A gyakorlati órákon készített kenyerek, kiflik, vagy akár a kakaós csigák is a tanbolt polcaira kerülnek. A vásárlók pedig jóval a piaci ár alatt vásárolhatják meg a pékárukat. Október 1-e a Zene Világnapja. A Zene, ami összeköt címmel, közös éneklést rendeztek a Béla Király téren Szekszárdon általános iskolások közreműködésével. A gyerekek megtöltötték énekükkel a teret. Szekszárdon is ünnepelték a Zene Világnapját. Ez alkalomból a szekszárdi általános iskolások énekeltek közösen, Siklósi Krisztián zenepedagógus kíséretével. Miért félni? Miért félni? Ha nem egy álom én? Miért félni? Miért félni? Innen jött ez az ötlet, hogy miért ne csináljunk egy ilyet, hogy Szekszárd összes iskoláját meghívni, hiszen azt hiszem nem is kell magyarázni ezután, ami itt volt, hogy lélekemelő a muzsika és a zene, és főleg az együtt éneklés. Talán ez a legjobb, hogy együtt csinálunk valamit, és ez nagyon kell szerintem a mai világba. Az összetartozás szimbolizálta a közös éneklést. Az idei évben nagyon nagy örömmel fogadtuk újra ezt a kezdeményezést, és nagyon szívesen jöttünk erre, hogy közösen ünnepeljük meg a Zene Világnapját. A gyakorló iskolában reggel első órában szintén egy iskolaszintű megemlékezés volt.
de azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak iskolai szinten, hanem a gyerekek érezzék az összetartozást, hiszen azt gondolom, hogy a zene összeköt minket, és így a többi iskola tanulóival együtt is ünnepelhetjük ezt a napot. A diákok lelkesen meséltek az előadásról. Hát igazából nagyon sokat gyakoroltunk, és nagyon sokszor énekeltünk, meg beszélgettünk is, hogy mi lesz, meg hogyan. A Zenevilágnapja miatt vagyunk itt. Nagyon sokat készültünk Búzás Andrea tanárnővel, énekórám. Nagyon sokszor elénekeltük, voltunk az aulában, volt Krisztán bácsi volt nálunk az aulában, és együtt énekeltünk. Az eseményt szeretnék minden évben megtartani, és ennek hagyományát tovább őrizni még nagyon sokáig. Beköszöntött az ősz, itt a fűtési szezon. Sokan talán nem is sejtik, mennyire veszélyes lehet egy-egy fűtési forma abban az esetben, ha nincsen megfelelő információnk a témával kapcsolatban. A tudnivalókról Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője adott részletesebb tájékoztatást. A fűtési szezon beköszöntével fontos, hogy minden nemű tájékoztatást és információt megkapjunk a témával kapcsolatban. A tüzelő és fűtőberendezések éves szintű ellenőrzése elengedhetetlen. A friss levegő utánpótlása a szezonban még fontosabb, gyakrabban kell szellőztetni. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottságnál lehetőség van online teszteket is kitölteni. Ahol végig lehet venni azokat a pontokat, amelyek esetleg ilyenkor problémába ütközhetnek, olyan kérdéseket tesz fel, amelyek abszolút segítenek feltérképezni, hogy otthonunkban pontosan milyen tüzelő és fűtőberendezések vannak, illetve azokkal kapcsolatban mire kell, mire érdemes odafigyelni. A kéménytüzek Tolna vármegyében 2023-ban 32 alkalommal mozgatták meg a tűzoltókat, míg idén már 17 esetben kellett vonulnia ilyen esetekhez, legutóbb például Dombováron. A kéményseprőkkel telefonon tudjuk felvenni a kapcsolatot. A 1818-as telefonszámon tudjuk a kéményseprőket riasztani, itt a 9.1-es menüpont alatt lehet őket elérni, és természetesen időpontot is tudunk velük egyeztetni. Itt nagyságrendileg 2 hét az átfutási idő, tehát 2 hetet kell többé-kevésbé várnunk annak érdekében, hogy ők kiérkezzenek otthonunkba. Nyilván ilyenkor minden egyéb instrukció elhangzik majd azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes ilyenkor tenni. Nyilván a fűtést azt célszerű ilyenkor üzemeltetni már az előtte levő napokban annak érdekében, hogy könnyedén és biztonsággal el tudják a kéményseprők is végezni ezt a tevékenységet. A szénmonoxid veszélyeiről sem szabad megfeledkezni. Sajnos láthatatlan gyilkosnak is hívják, rendkívül alattomos. Ezek kiküszöbölésére lehetőségünk van például adott esetben egy szénmonoxid érzékelővel. Tolna megyében itt 2023-ban 27 alkalommal riasztották a tűzoltókat olyan lakásokhoz, ahol ilyen eszközök voltak telepítve. Nyilván ezek még idejében jeleztek, itt még volt lehetősége az lakóknak gondoskodni, elhagyni az épületet, valamint riasztani a tűzoltókat. Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, a Sziaszt a Kályha használatára is felhívja mindenki figyelmét. A szénmonoxid gáz koncentráció megemelkedésének veszélye miatt fontos lenne beszerezni mindenkinek az otthonába egy szénmonoxid érzékelőt. Híradónk végén baranyai témáink, még egyszer, röviden. Kemencét kaptak a kirándulók Pécsen, a Malomvölgyi tó környéke gazdagodott az ajándékkal. Programok a közösségnek, kicsiknek és nagyoknak. Gesztenyeliget Fesztivál Pécsbányán. Őrvidéki füveskönyv. Ezt a kötetet mutatták be a Pannon Magyar Házban. Fiatal művész palánták bemutatkozása. Literatúra tehetségest a Tudásközpontban, Pécsen. Szombaton a Dunántúlon még alapvetően zárt marad a felhőtakaró. Kisebb eső, zápor már csak néhol alakulhat ki. A Dunántúlon élénk, erős lesz az északnyugati szél. Vasárnap még gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és főként északon, északkeleten még kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet hétvégén reggelente 7 és 9, napközben 15 és 17 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!